Hello mindenkinek, Reject vagyok, és ismét eljött a heti anime ajánló ideje, ugyanis vasárnap van, ja, már megint, és az elmúlt kb. Két hétben néztem meg egy animét, ami első ránézésre engem abszolút nem fogott meg. Az első évad a My Anime Listen 7 alatti értékeléssel rendelkezik, nekem pedig az arany szabályom az ugye az, hogy 7 alatt csak nagyon jó okkal nézek meg animét, ezúttal pedig az győzött meg engem, hogy a második évada meglepően magas értékeléssel bír az elsőhöz képest, szóval rászántam magamat nagy nehezen, ezen döntésemet pedig a Black Clover óta a legnagyobb pozitív csalódásom követte, na de hogy melyik animéről is beszélek? Hát a Radiantról! Hogyha létezik egyetlen dolog ezen a világon, amit soha nem bírtam a lelkem mélyéről megérteni, akkor az a rasszizmus és maga a megkülönböztetés kell, hogy legyen. Kiskorom óta nem különböztettem meg egyik embert a másiktól, csak azért, mert más helyről jöttek, azonban a környezetemben kisebb-nagyobb mértékben rendszeresen tapasztaltam az én hozzáállásomnak a szöges ellentétét éveken keresztül, hogy nekünk embereknek van egy ilyen furcsa vágyunk arra, hogy felsőbbrendűnek akarjuk magunkat érezni. Bennem is itt van ez az érzés. Többek, jobbak, nagyobb hatalommal bírók akarunk lenni a tömegnél. Ezt az érzetet pedig könnyedén fel tudja bennünk kelteni az, ha egy másik raszt vagy egy réteget lenézünk, de én világéletemben úgy voltam vele, hogy ha annyira különbnek akarod magadat érezni az átlag embernél, ha annyira felsőbb rendű akarsz lenni, akkor csak szimplán adj bele mindent valamibe. Egészen addig a pontig, amíg az emberek el nem ismernek téged, hogy igen, te valami olyat értél el, ami csodálatra méltó, ezen elismerés érzete pedig ki tudja elégíteni a felsőbb rendűségi vágyadat. Eleve ez a vágyunk az, ami a fejlődésre sarkal minket, azonban aki megreked a fejlődésben, ő egyfolytában keres valamit, amit hibáztathat. Valami alternatívára vágyik, ami miatt saját magát felsőbbrendűnek érezheti, és mi sem egyszerűbb, mint azt előadni, hogy azért felsőbbrendű valaki, mert ő ilyen, meg olyan születésű, ez abszolút nem igényel az embertől semmilyen nemű erőfeszítést, ez egy lusta megoldása annak, hogy jobban érezze magát, azért, amiért nem ér el semmit az életében, vagy csak szimplán képtelen rá, mert az élete nem önmaga irányítása alatt áll. Tehát genetikai szinten van belénk programozva a hajlandóság mások lenézésére, ám attól még, hogy ez mindenkiben ott van, ez egyáltalán talán nem azt jelenti, hogy minden egyes ember lenéz valakit vagy valakiket. Azon múlik az egész, hogy ki milyen környezetben nő fel. Annak ellenére, hogy a családomban is jelen van a rasszizmus valamilyen szinten, rám soha nem gyakorolt hatást, ennek pedig kettő oka volt, az egyik az internet, a másik pedig az animék. Amikor online valakivel összebarátkozol, elkezdesz vele irogatni, mindketten csak egy nevet láttok, nem tudjátok, hogy a másik hány éves, milyen bőrszínnel rendelkezik, melyik réteghez tartozik a társadalmunkon belül, ugyanis ez az egész az interneten nem számít. Ott nincsen ez a megkötésünk, ott mindenki egyenlő, legalábbis nekem gyerekkoromban ez volt az első benyomásom az online barátságokról, hogy nem számít, hol lakik a másik illető, legyen akár Hollandiában vagy Mexikóban, ha angol nyelven szót tudunk érteni egymással, lehetünk barátok, és engem pont nem érdekelnek a részletkérdések. Ha ő normális velem, én is normális leszek vele. Ez a gondolatom pedig nem máshonnan ered, mint egy bizonyos animétől, aminek az a címe, hogy One Piece. Szóval mondhatni, az erkölcsileg helyes útra tudott engem terelni még időben ez az alkotás, és tény, sok észben bemutat a rasszizmust, ám egyszer sem olyan intenzitással, mint a mai animénk, a Radiant. Ez a mű ugyanis fő történeti ív szinten a diszkriminációra, a megkülönböztetésre épül, a főszereplőnknek ugyanis ez a motivációja arra, hogy elinduljon a hosszú úton, amiről ez az alkotás szól. Na de akkor rátérve a történetre, a világra és az anime karaktereire, a Radiant egy nagyon érdekes világgal rendelkezik, természetesen emberek népesítik be a bolygót ebben az univerzumban is, azonban van egy nagy ellensége az emberiségnek, méghozzá az úgynevezett nemezisek, ezek ugyanis hatalmas, mágikus erővel bíró szörnyek, amik az égből tojás formájában potyognak le, kelnek ki és írtják a fajtánkat. Azok az emberek, akik hozzáérnek egy nemezishez, ők fertőzöttek lesznek és maguk is átalakulnak, ám egyes emberek túl tudják élni a fertőzésüket, megtartják az emberi alakjukat és képessé válnak arra, hogy ezen világ mágiáját használják, aminek az a neve, hogy fantázia, vagyis konkrétan a fantázia a mágiának az ezen világi neve, azonban aki egy nemezisszel való érintkezés során mágussá válik, ő egy átkot is kap mellé, ami nagyon sokféleképpen befolyásolhatja az életét, van, hogy valami fizikai mutációként jelenik meg, és van, hogy valami mentális rendellenesség képében jön létre, na de ezek az emberek, akik megkapják az átkukat és képessé válnak a mágia használatára, nos ők az egyetlenek, akik fel tudják venni a küzdelmet az említett lényekkel, a nemezisekkel.
Ám annak ellenére, hogy a mágusok az emberiséget védik azáltal, hogy írtják ezeket a szörnyeket, amik az égből potyognak, ettől még egyáltalán nem kedvelik őket az emberek, elvégre Nemesisek által megfertőzött emberekről van szó, ezért pedig kiutálják őket mindenhonnan. Megvetik őket, megkülönböztetik őket, annak ellenére, hogy az életük tőlük függ, és amikor beüt a baj, természetesen térden állva könyörögnek kegyelemért, és ha meg is esik a mágus szíve, és meg is menti az átlag embereket, ez a helyzet a legkisebb mértékben sem fog változni. Amint a veszély elhárult, ismét üldözötté fog válni az, aki képes fantáziát használni, mert mi emberek mindent félünk, ami túltesz rajtunk. Ha valamit potenciális fenyegetésnek érzünk, akkor azt el akarjuk pusztítani, és természetesen van egy külön frakciója ennek a világnak, ami arra esküdött fel, hogy azokat a mágusokat írtani fogja, akik nem védik az emberiséget a Nemesisektől, ezek pedig az úgynevezett inkvizítorok. Nos, ebben a nagyon veszélyes világban él a főszereplőnk, Seth, aki ebből a megkülönböztetésből szintén kapott már egy keveset, ugyanis ő maga is fantázia használó, és gyerekkora óta egy nő neveli őt, aki Alma. Alma névre hallgat, és ő is szintén mágus, ő tölti be Seth életében az anya szerepkörét, azonban nem a vér szerinti édesanyja a főszereplőnknek. Nos, az első pár része az animének arról szól igazából, hogy Seth életében először szembe kerül egy Nemesisszel, szemtanúja lehet a normál emberek reakciójának, a mágusok hozzáállásának, illetve annak, hogy mekkora is a konfliktus a két fél között, és ez az, ami arra inspirálja a főszereplőnket, hogy elinduljon és megsemmisítse a Radiantot, ami állítólagosan a Nemesisek fészke, ugyanis van egy régi legenda, miszerint onnan potyognak lefelé a Nemesis tojások. Seth a totál sablon shonen főszereplőnek tűnik első ránézésre, tudjátok, naív, meggondolatlan, jószívű, mindenkinek a legjobbat akarja, és nem számít mennyi szenvedésen esik át ő maga, továbbra is kitart az ideájai mellett, miszerint nem szabad folytatni ezt az ellenségeskedést, és az első lépésnek a jó irányba azt tartja, ha megsemmisíti a Radiantot, így eleve megszűnik a legnagyobb fenyegetés, a Nemesis invázió, nos ezen egyszerű személyisége miatt rengeteg szenvedésen fog átesni szegény, ugyanis ez a világ közel sem olyan idealista, mint ő maga, ezért rengeteget kell változnia annak érdekében, hogy véghez vihesse a célját. Rendszeresen megleckészteti őt az élet, ám ennek ellenére ahol jár, mindenhol gyökeresen megváltoztat valamit. Szóval, bár első ránézésre a sablonos Battle Shonen főszereplőnek tűnik, és a történet elején az animében még az is, ám ahogy haladunk a sztoriban, egyre jobban átformálja őt ez a világ, és egy sokkal érdekesebb személyiség lesz belőle. Seth-en kívül pedig még két karakter kerül fókuszba, az egyik Melly, aki első ránézésre a szokásos sablon főhősnő kicsit defektes, ő is olyan kis egyszerű, tökéletesen passzol Seth mellé első ránézésre, azonban neki szellemi problémaként nyilvánul meg az átka, ezen oknál fogva pedig disszociatív személyiség zavara van, vagyis tudathasadása, két személyisége van, és a másikénye a szöges ellentéte a tipikus főhősnőnek, egy forrófej és agresszív személyiséget rejteget, ami miatt az emberek kerülik őt, ám Seth az egyetlen, aki minden hibája ellenére elfogadja őt olyannak, amilyen. Illetve a harmadik főbb szereplőnk, Doc, a szerencsétlen férfi, aki nagyon önző, csak a saját jóléte érdekli, és mindig bal szerencséje van, általában tökéletesen ellenkezőleg sül el majd, hogy nem minden, amit csinálni akar. Ő amúgy a legkomolyabb tagja a triónak, ő a realista, aki ténylegesen fél mindentől, vagyis ő képviseli az agyat, Seth pedig a szívet hármójuk dinamikájában, és ennek a triónak a kalandjait kísérjük két évadon át 42 rész alatt. Illetve van még egy olyan beugró karakter, Grimm, akinek amúgy Diószájúja adta a hangját, a Jojo-ból, fun fact, nos, ő egyfolytában felbukkan Seth-ék körül és rendszeresen együtt működnek, de ő egyelőre nem kapott nagyobb fókuszt, hogy megtudjuk kicsoda is és mi is az ő motivációja. Mondjuk természetesen nem ok nélkül van hét alatt az értékelése My Animalisten, az első évad első 10 része olyan nyögvenyelős, mint az állat. Az ütemezés egyszerűen borzalmas az első évad első felében. Amint elkezdődik az alkotás, ott még úgy egészen oké, de sok részletkérdés kimarad, és azonnal rohan az anime annak az irányába, hogy Seth elinduljon a Radiantot szétszúrni, azonban ezt követően átmegy egy ilyen Slice of Life animében 4-5 részre, tele van nyomva ezen idő alatt fillerekkel, és első körben az lenne a célja, hogy bemutassa a három főszereplőnket, és hogy hozzájuk nőjünk, de a történeti ív elején még olyan sablonosak és unalmasak mindhárman, hogy egyszerűen nem tudtak érdekelni. Így eléggé szenvedős volt úgy kb. A 10. részig az anime, ám ezt a belassult fejezetet azonnal az első nagyobb árkja követi az animének, a Rumble Town Arc, és itt már elkezdi kimutatni a fogafehérjét az alkotás, hogy valójában mi
is lesz, és engem itt, ezen a ponton kezdett el érdekelni, ugyanis azonnal felveti a bevándorlási konfliktust, és azt, hogy az emberek mennyire elítélik őket, itt pedig az egész fejezet nagy években erről a témakörről szól, és arról, ahogyan Seth belekeveredik egy hatalmas összeesküvésbe. Mondjuk ez az árk még mindig nem tökéletes, rengeteg dolog nem kerül megmagyarázásra, hogy ki mit, miért és hogyan tesz, szóval itt még azért akad egy jó pár szépséghibája az animének, ám ha az agyadat kikapcsolod és csak hátradőlsz, hogy élvezd, akkor ez már bőven megüti a szórakoztató szintet véleményem szerint, azonban még ennek a fejezetnek is a hibáit elkezdi kijavítani az ezt követő második évad. Több visszaemlékezés is van a második 21 részben az első nagyobb árkra, miközben az újabb nagy fejezet, ami 21 részen át húzódik, az teljes pompájában ragyog. Nem tudom, hogy mi történt a Rarukénél a stúdiónál, akik animálták, de a második évadra az ütemezést tökéletesen telibe találták, soha nem volt túl lassú, időnként talán egy kis szünetet hagyhattak volna, hogy a dialógusok súlya úgymond nagyobbat üssön, de ez igazából csak szőrszál hasogatás. Az eddig sablonos kétdimenziósnak tűnő karakterek elkezdenek mélységet kapni, és elkezdi az anime nagyon komolyan venni a megkülönböztetés kérdését, ugyanis, hogyha erre választ találsz Seth, csak és kizárólag akkor lesz képes elérni a Radiantig. És az a végkifejlete a második évadnak, te jó ég! Úgy ültem le az anime elé, hogy na ideje végig szenvedni két évad agyatlanságot, és ez volt az első alkotás sok-sok év után először, ami úgy megsiratott, olyan érzelmi hatást gyakorolt rám, amit már nagyon hosszú ideje egy anime sem volt képes elérni. Talán a legutóbbi olyan mű, ami úgy rendesen megrikatott engem, az az Angel Beats volt, szóval azóta nem törtem ki úgy rendes sírógörcsbe egy anime miatt. Mondjuk persze ez nem azt jelenti, hogy garantált a sírás, csak szimplán velem nagyon tudott rezonálni az adott konfliktus, a megszokottnál is jobban beleéltem magamat a történetbe. Ez pedig szimplán azért volt, mert nagyon jól és érdekesen van felépítve, legalábbis a második évad. Hogyha ez az alkotás rendesen 100%-osan Manfra hűen lett volna adaptálva, és az ütemezése is el lett volna találva az elejétől fogva, akkor több mint valószínű, hogy nagyon nagyot szólt volna, csak hát egy rossz kezdés minden animén rajta tudja hagyni a jegyét. A Black Clover is kb. 80 rész alatt váltotta meg magát, onnantól kezdve fogadta el a nemzetközi animés közösség ténylegesen jó animének, a Katekyo Hitman Reborn is az első 20 része miatt nem bírt mainstream-mé válni. Radiant pedig ugyanígy bizonyít a második évadával, csak szimplán annyira kicsi a fantábora, annyira kevesen nézték tovább a tizedik résznél, hogy egyszerűen senki nem beszél róla. Nekem is részben azért keltette fel az érdeklődésemet, mert ez volt az első olyan anime, ami, mint említettem, Manfra adaptáció, vagyis francia férfitől ered a forrásanyag Tony Valentől, mondjuk annak ellenére, hogy nem japán ember a történet atya, azért a japán Battle Shonen sablonok rendesen ott vannak benne, de nem csak azokra épül, hanem az előnyére használja őket az alkotás, az esetek többségében legalábbis. Néha amúgy kifejezetten gyerekesnek tud tűnni, főleg a történet elején, de a végére már olyan igazi, véresen komoly fordulatok jönnek be, amire abszolút nem számít az ember a kezdeti könnyelműséget tekintve. Na de akkor, most, hogy eleget beszéltem a világról, a karakterekről, az anime történetéről és felépítéséről, akkor térjünk rá lassacskán a vizuális részre. Azt már az előbb is említettem, hogy a Radiant anime adaptációjáért a Rarukén nevű stúdió felelt, igen, így kell ejteni ezt a nevet, ma néztem utána, hogy lehetőleg ne rosszul ejtsem. Na de ők csinálták például az Ansatsu Kyoshitsu vagy angol címén az Assassination Classroom anime adaptációját is, de a 2020-as téli szezonban futott Jibaku Shonen Hanako-kun is ők hozták életre, és még sorolhatnám, lényeg a lényeg, hogy sok nagyon jó animét csináltak már, a vizuális részre szerintem egy alkotásukban sem lehetett panasz, így ez a Radiantra is természetesen igaz. Ha akad egyetlen egy kivetni való, ami egyszer-kétszer előfordult, akkor az az, hogy néha amikor mondjuk Seth fut valami elől, akkor a loopolt animációnál egy kicsit túl gyorsan váltakoznak a képkockák, ami nekem egy picit megfájdította a szemeimet, de ez összesen talán kétszer fordult elő, szóval ha ez a legnagyobb problémám, szerintem nyilvánvaló lehet, hogy majdhogy nem tökéletesen jó, főleg a második évadban igazán lenyűgöző animációk vannak egy-egy harcban, pedig jó sok akció van, szóval érezni, hogy büdzsé azért volt mögötte úgy rendesen, azért remélem majd kapunk egy harmadik évadot is előbb-utóbb, mert hogyha nem, akkor nekiállok olvasni a Manfred, amiről szinte csak azt hallottam, hogy méretekkel jobb az animénél, na de akkor térjünk rá a hangra. A Radiant zenei részéért Koda Masato felett, ő csinálta a Konosuba, hosszabb címén a Konosubarashi Sekai o Shukufuku o című anime komplett soundtrackjét, de az Aoki Hagane no Arpeggio és az Asobi Asobase összes aláfestő zenéjét is ő komponálta, mondjuk nekem van egy olyan érzésem, hogy a jövőben ő sok jó zenét fog csinálni, csak nem igazán talált még rá a saját stílusára, ezt pedig azért mondom, mert a Radiant második évadának a tetőpontjánál egy zseniálisan jó zene csendül fel, amit sehol nem találok. A hivatalos zenei listában nem bukkan fel, konkrétan a
címe az az, hogy This Shadow Hand Leo Imaitól, de szerintem még nem adták ki hivatalosan ezt a számot, azért nem találom, na de remélem, hogy hamarosan kijön most már, mert rongyosra akarom hallgatni, annyira nagyon jó volt, annyira passzolt az adott jelenethez, meg amúgy összességében minden egyes zene illik az alkotáshoz. Nem igazán emlékszek egy olyan jelenetre sem, ahol ne lett volna eltalálva ez a rész. Mindkét opening és ending jó volt, főleg a második opening volt az, amit egyszer sem tudtam elnyomni, már csak azért sem, mert mindig az első pár másodpercében részenként valami változás volt, na de, ha szereted az egyszerű alkotásokat, amennyiben hozzám hasonlóan Battle Shonen fan vagy, és már ki vagy éhezve egy gyorsan ledarálható akciódús animére, de nem beszél a kedvedet az, ha egy alkotás lassan indul, ha szereted azt, amikor a felszínen egy mű átlagosnak tűnik, de közben mély filozófiai kérdéseket vet fel és veszi őket halál komolyan, illetve ha oda vagy a 180 fokos hangulatváltásokért időről időre, na akkor ne is keresd tovább, ugyanis ezért éri meg megnézni a Radiant című animét. Őszintén szólva, kicsit sajnálom, hogy mennyire nem nézi senki sem ezt az alkotást itt nyugaton, mondjuk ha az animének nem akarsz nekiállni a lassú kezdése miatt, akkor a Manfrát mindenképpen ajánlom, én is beleolvastam, és az első fejezetektől kezdve érdekesebb, mint az anime, illetve a főszereplő Seth nem annyira sablon karakterrel rendelkezik a forrásban, gondoltam ezt így mellékesen kiegészítőként itt hagyom, szóval, hogyha az animének nem is, a Manfrának mindenképpen adjál egy esélyt, na de ha esetleg meghoztam a kedvedet a Radiant című animéhez, akkor jó szórakozást kívánok hozzá!